Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Neufeld Róbert. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt én is! A kiadója nem érkezett meg, de meg tudjuk mi ezt oldani nélküle is. Köves úr vagy megérkezik, és akkor beengedjük, ha nem, akkor ő vele máskor beszélgetünk. Mikor és hol született? Budapesten születtem, 1937. november 21-én. Az sem a volt. Mikor hagyta el Magyarországot? Az 56-os forradalom után egy hónappal. November 29-én léptük át a határt. Szüleivel, testvéreivel? Igen, a szüleimmel és egy testvéremmel, aki szintén kint él. Tehát. És hova mentek először? Hát először ugye néhány napot töltöttünk Ausztriában, mint általában minden menekült, és gondolom. És utána egy nagyon jól megszervezett utazással, busszal, azonnal Ausztrián-Németországon keresztül Svédországba, ahol megint csak nagyon szépen rendezték a dolgokat, úgyhogy mindenki, aki jött ezekkel a buszokkal, három busz jött egyszerre, ezeket mind szépen elhelyezték ugyanabban a lágerben, és ott voltunk körülbelül 5-6 hétig. Oda jöttek aztán újságírók különböző helyekről, meghallgatták ugye a történeteket, de főképpen azért jöttek, és nem csak ők, hanem az iparnak a reprezentánsai, munkaerőt kerestek. 6 héten belül mindenkit kihelyeztek, apámnak én nekem nem volt szakmám külön, én ugye hát egy tanuló voltam még, de én is kaptam munkát. 3 korona, 18 öre volt az első fizetésem óránként. Az összejött annyi egy héten, hogy abban meg lehetett élni. Boldogságban éltek, elkezdte tanulmányait. Minek tanult először? Hát először, ugye én tulajdonképpen egész más pályára vágytam, az orvosi pályára, de mivel egy gyárba kezdtem dolgozni, úgy lépésről lépésre elragadott az, hogy mi a technika. És akkor beiratkoztam egy esti egyetemre, és 5 évig jártam a munkám mellett. Hetente 4 este volt, 6-tól 10-ig. És utána 5 év után letettem a vizsgát, akkor már mint manzsettás dolgoztam egy üzemben, és hát ott kezdődött. Később gondoltam, hogy leteszek még egy vizsgát, és akkor 3 évet töltöttem az egyetemen a közgazdászati szakon, és azt is megszereztem. Igen, aztán mérnök és közgazdász lett. Igen, és az a második, tehát a közgazdász minősítésem az, ami még... Hol éri az első szerelem, mikor nősül? Ó, az a nősülés az egy dolog, a szerelem az kicsit más. A szerelem az már 14 éves koromban élt, abban a házban, ahol én magam éltem, a Hernád utca 15 számú házban. Volt egy kis Évike, akinek nem tudtam ellenállni, de hát ők ugye elmentek aztán Amerikába, én meg elmentem Svédországba, hát ez volt a sztori. És azóta nem találkoztak. Hát nem, egy darabig még leveleztünk, de aztán valószínűleg a szülők találtak neki egy jó partit. Ezt tudom különben, hogy megvolt, és akkor megszakadt a kapcsolat. Azóta sincsen. Gyermekei száma? 3 lányom van. Ők 50, egyik 55 éves, a másik 48, és a harmadik 43. Ők is megtanultak magyarul? Hát sajnos nem. Én azt kell mondjam, hogy sajnos... 3 lány hány feleségtől van? 2. Mazel tov. Akkor most térjünk a lényegre. Jó. Mikor kezdett el először írni? Először akkor kezdtem írni, amikor annál a cégnél, ahol dolgoztam, a Siemens stockholmi kirendeltségénél behoztam egy teljesen új hitelviteli eljárást. A Siemens rengeteg pénzt vesztett ilyen hitel kapcsolatban. És akkor, amikor én megkaptam azt az állást, akkor láttam, hogy itt nagy bajok vannak. Sikerült egy pár év alatt átrendezni a dolgot, úgyhogy ezek a veszteségek megszűntek. Voltak ugyan, de jóval kisebbek. És az annyira sikerült ez az eljárás, hogy arról írtam egy első könyvet, ez 86-ban volt. És ezt nagyon sok cég megvette, mert nekik is érdekük volt, ugye, hogy a hitelviteli... És akkor rájött, hogy van egy írói vénája is. Igen, erre rájöttem. A második könyvem is egy szakkönyv volt, az különben megjelent magyar nyelven is. Mi volt a címe? Az volt, hogy fékezz, vagy csődbe jutsz. Ez fiatal, új,
hogy mondjam, szóval cégtulajdonosoknak szólt, hogy gyerekek erre és erre, erre a dolgra vigyázzatok. Hogy hívják Svédországban? Mi, hogy hívják a szomszédai, a volt kollégái ön Svédországban? Robert. Nincs, hogy mondja, mindenki tegeződik. A királyon kívül mindenkit letegezünk, ugye? Tehát, nálunk vagy... Izraelben még a királyokat is, mert nincsenek királyok. Hát igen. Ahol mert mindannyian királyok vagyunk. Így van. Ez egy irodalmi mű, Pilátus pecsétje. Igen. Miről szól a könyv, kinek ajánlja? Ez természetesen Köves József kiadója, a kiadó nevét majd a K&K, jó neve van. Igen. A K&K állandó vendégünk. Ő adta ki, azt hiszem ez a második könyve, amit ő kiad. Nem, igen, mert az első kettőt, amiben ő közreműködött azzal, hogy a Kinizsi nyomtával kinyomtatta, de különben én voltam az, aki pénzzel tart a kiadást az én cégem neve alatt. Az magánkiadás, ez viszont a kiadónak a kiadása, és egy mozi egy áráért meg lehet venni. Kinek ajánlja ezt a könyvet? Annak, aki egy... új ötletet lát maga előtt, vagy szeretne látni maga előtt, tudnék ezt az ötletet, amire az egész épül, mármint az, hogy Jézus Krisztus utolsó napjairól szemtanú nincsen, csak ilyen, akik hallották, hogy ki mit mond, és adták tovább. Na most ez egy forgópontja az egész elbeszélésnek, mert ebből egy igencsak nagy bonyodalom, különösképpen a Vatikánnál, áll elő, és aztán elindul egy hajsza ezeket a pergament tekercseket, amikről, ahol tulajdonképpen a szemtanú leírás van. A pergament tekercsekkel voltak már bajok, már a holtengeri tekercsekkel is, és többen attól féltek, hogy valami olyasmik vannak bennük, ami nem jó. Én ebben, ha itt tartunk, Jézus Krisztust mondom, elismerem annak, aki volt, csak nem szólok egy szót se az írásban, tehát a könyvben arról, hogy mennyi minden csodát tett. Én azt mondom, hogy azok a csodák, azokat hallották és adták tovább. Nem biztos, senki nem volt, aki látta, de ebben a könyvben volt, aki látta, és ezért el tudom hallgatni, mert én ebben nem hiszek. Ő benne hiszek, mint egy rebellisbe, mint egy forradalmárba. Mint egy forradalmár rabbikkal. Igen. Vigyázni kell, igen, a forradalmár rabbikkal. Hogyan? Vigyázni kell a forradalmár rabbikkal. Igen, igen, sokan mondják, hogy egyáltalán a rabbikkal és a hozzájuk tartozókkal vigyázni kell, ami egy hülyeség. Akkor, amikor megérkezik Magyarországra, most azért jön, hogy a könyvét dedikálja, mikor van a dedikáció? 4 órakor kezdődik a bemutató, a dedikáció az a később. Igen, ma 4 órakor hol? Az Alexandra pódiumban, a Nyugati téren. A Nyugati téren 4 órakor, aki érdekelve van. De engem az érdekelne, hisz nagyon szépen beszél, nagyon szépen fejezi ki magát magyarul, és amikor elment, akkor már szabad fejjel tudott gondolkodni. Milyen érzés visszatérni Magyarországra? És én láttam, hogy a közösségi oldalakon ön elég aktív, tehát könnyen a tudatlansággal fönn lehet őt bosszantani. Néha saját magamat. Hát először is ugye hazajövök egy olyan, vagyis hát ez, ahogy hazajövök, ez tulajdonképpen úgy szoktam... Én azt mondtam, hogy visszajött. Így van, igen. Visszajövök, akkor egy olyan országba jövök vissza, ahol kiismerem magam, ahol a nyelvet beszélem, de amúgy nem ismerem ki magam a rendszerben, ugye, mert ugye 62 év alatt megszoktam azt a rendszert, ami ott kint Svédországban van, és amikor ide visszajövök, akkor néha egy kicsit olyan bizonytalan vagyok, na most akkor ezt hogy csináljam. De megoldódnak a dolgok, és itt van néhány, amit én úgy szoktam hívni, hogy horgonyláncom, tehát olyanok, akik ebben a véráztatta földben még mindig tartanak engemet. Idén a Köves Józsi, aztán van egy pár másik. És tehát nem mondhatom azt, hogy hazajövök, hanem ahogy ön mondta, visszajövök, azért, mert itt találok dolgokat. Most egy érdekes dolgot mondok. 62 év után még mindig írok verseket magyarul, és nagyon szép verseket mondják, akik olvassák, de svédül ez nem megy. A 62 év ellenére, ha írok egy svéd verset, mindenki megveregeti a vállamat, de én tudom, hogy ez olyan nyögvenyelős valami. Hát egy embernek van, mikor az édesanyja teherbe esik, akkor lifnéakor mindenek előtt a nesamá, a lélek kezd kifejlődni. Igen. És ha egy embernek van egy lelke, egy nesamája, akkor az arra van ráhangolva.
Én reggelenként, amikor fölébredek, akkor a nagy konfliktusokban, mert éjjel-nappal mennek az idegen nyelvű rádiók és a tévék, mert hírfogyasztó és hírgyártó vagyok, nem tudom, hogy azt hallottam, vagy csak gondoltam, vagy akartam, hogy történjen. De héberül nagyon szépen lehet verselni, és érdekes módon én is vannak olyan, hogyha Isten ments írok, kár a papírért, akkor magyarul jobban ki tudom fejezni magam, de vannak olyan dolgok, ami viszont, amit héberül tanultam, tehát filozófálni, azt héberül sokkal jobban megy, mint magyarul. Ami érdekes az az, és ezt sokaknak mondtam már, és ők is érdekesnek találják, hogy az a 19 év, amit én itt ugye, hát az alapiskolát itt végeztem el, már a gimnáziumot nem, de az a 19 év olyan gyökereket eresztett itt, amik akkor jönnek elő, amikor találok egy kis apró témát, és írok egy verset róla. Svédbe ez soha nem fordul elő. Ki a kedvenc magyar költője abból az első 19 évből? Hát Vörös Marti és Petőfi Sándor, ők ketten. Mind a kettő, legalábbis Petőfi meg Adi héberül még jobban hangzik, mint magyarul. Mert magának a költésnek, a verseknek is van tartalma és lelke. Mi lesz a következő könyved? Azon gondolkodom, ezt Bénejemmel is már tárgyaltuk, hogy ez úgy végződik, ez a Pilátus pecsétje, hogy van egy kis kapu nyitva mögötte a végén, az epilógusban, és lehet, hogy az első egy-két-három fejezetnek a körvonalai kezdenek kialakulni. Lehet, hogy ha ez úgy elmegy legalább, hogy na, meg vagyok elégedve, ugye, hát, hogy az a határ hol van, azt még nem tudjuk, de ha ez így megtörténik... Ha a nyomdaköltség visszajön. Mondjuk úgy. Akkor lehet, hogy leülök és kezdem folytatni, mert mondom, az eleje megvan, és akkor nagyon gyorsan megy. Ennek is megvolt az eleje, aránylag elég gyorsan, de aztán meg kellett változtatni az egyik főszereplőnek a teljes teendőit benne, és akkor az még extra 3 hónapot jelentett. Na mindegy, szóval ez általában így van. Kedves nézőim, a közel 15 percben egy Svédországban szakadt hazánk fia, egy büszke magyar zsidó, illetve büszke svéd zsidó volt a vendégünk, Neufel Róbert, akinek szakmai könyvei után most egy nagyon szórakoztató könyv. Én beleolvastam, nem lövöm le a poént, és nem mondom el önöknek, hogy miről szól. Nézzék meg a címlapot, és vegyék meg, ha bár ez nem a hirdetés helye. Ez egy klassz kis pocket könyv, egy paperback, viszont ami a kiadó dicséri, hogy használható betűkkel van nyomva, azaz szemüveg és szemüveg nélkül is ragyogóan olvasható, ágyba is vihető, sőt akár egy vonatra vagy egy strandra. Ez az előnye, csak ne áztassák el, mert utána nem fogják tudni odaadni másnak, ha bár higgyék el nekem, a könyveket jó bitorolni is, azaz a könyvespolcon ott legyenek. Egész másképp néz ki egy lakás, ahol könyvek vannak, de nem azért, hogy az ágyat támasszák, hanem azért, hogy a betű átszivárogjon önökbe. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és visszavárjuk. Most előzetesek és jövünk vissza. Következő vendégünk Minder István, a bankfelügyelet szóvivője és kolléganője. Tartsanak velünk!